Három évvel ezelőtt alakult meg a Marosvízi Sport Egyesület. A koronavírus sajnos az egyesület létszámát megtépázta. Így most a szezont május 1-én egy nyílt nappal indították, hogy minél több sportolni vágyót toborozzanak. Sadler Viktória, kajakkenu edző kiemelten ejtett szót arról, hogy a Vajda Attila Regionális Akadémia támogatásával minden eszközük megvan arra, hogy az érdeklődő fiatalok és felnőttek belekóstoljanak ebbe a vízisportba, és utána komolyabban is el tudják sajátítani ennek a mozgásformának az alapjait. A szakember szót ejtett a kajakozás és a kenuzás közötti különbségről, és az edzésekre is kitért. Az a kajak, amelyik két oldalon evez és ülve, a kenuval pedig egy oldalon eveznek, és a versenykenuba térdelnek, a túrakenuban nyilván ülnek ők is, de csak egy oldalon eveznek. Most indulnak majd május végétől az edzések, szerdán és pénteken 17 órától. Itt a Maros Kalandpark melletti telephelyen, és most a nyári edzésekre koncentrálunk, ami a vízi jártasságot, illetve a vízzel való ismerkedést és barátkozást, illetve a kajakozás, kenuzás technikájának és mindenféle mozgásformájának az elsajátítását akarja. Hozzátette, a nyára is vannak tervek, amelyre minden fiatalt örömmel várnak. Az edzések mellett két hét nyári táborral is készülünk. Itt a kalandpart területén júliusban, július elején és július végén. Minden információ megtalálható majd a Maros Vízi Sport Egyesület Facebook oldalán. Szerintem Maros egy gyönyörű folyó. Makónak nagyon jó adottságai vannak ilyen szempontból, amik most nincsenek jelenleg kihasználva, és azt gondolom, hogy jó lehetőség ez megtanulni a vízi jártasságot, megismerkedni a vízzel, megtanulni tisztelni a folyót, illetve megtanulni azt, hogy lehet biztonságosan evezgetni. A nyílt nap lehetőséget teremtett arra, hogy bárki kipróbálja a kenuzást. Akadtak bátor és lelkes vállalkozók. A fiatalok örömmel osztották meg, hogy milyen élményben volt részük. A sodrással szembe mentünk, úgyhogy egy picit nehezebb volt, de jó élmény volt. Én úgy éreztem, hogy hát ugye most nagy is volt a Marosnak a sodrása, plusz még belekeveredtünk egy kis örvénybe, úgyhogy én élveztem. Még most érzem, hogy van egy kis örvény, mert hát látható, hogy itt van egy pici örvény. Nagyon jó volt, nagyon a fákhoz tudtunk menni, alig értettem, hogy merre kell menni. Ha valaki még ki szeretné próbálni ezt a vízisportot, az megteheti a pünkösdi hétvégén vasárnap, valamint gyereknapon. Informálódni a Maros Vízisport Egyesület közösségi oldalán tudnak az érdeklődők.